Báló. Gyönyörű gól! Egyenlít a paksi csapat, és úgy látom, hogy a 85. percben Gévai az, aki ezt bepasszolta. Így is van. Nagyon szép mozdulat volt. Antal tehát nem tudta lehozni kapott gól nélkül a meccset, pedig nem keveset tett ezért a diósgyőriek kapusa. Még éppen elérte Gévai, és ennél jobban nem is érhetett volna a labdához. Szép mozdulat. 1-1 tehát. Van hátra még 5 perc a mérkőzésből, na meg a hosszabbítás.